Mondd, drága barátném, mióta énekled ezt az áriát? 28 éve. Jézus már. És mi lenne, hogyha egy kicsit változtatnánk rajta? De ezt hogy? Hát így írta meg. Hát így írta meg, de mi már a 21. században vagyunk. De én ezt egyedül nem tudom. Akkor hívok egy együttest. Ez a jelenet az, amikor a jósnőnél vannak, ami egy jó bulinak számít, de a jósnő azt mondja, hogy itt történik valami, ami a maga halála előestéje. Akivel először kezet fog, attól fog meghalni ön. Ez egyrészt egy nagyon fontos pillanata a Verdi őrnek, mert gyakorlatilag polifon, tehát nem egy egység, hanem polifon is. Ahányan a színpadon vannak, annyi dolgot énekelnek. És ezt szeretném most önöknek bemutatni, az egyik nagy kedvencem, a Scherzo de Follia kezdetű quintet. Scherzo de Follia, si fatta profezia. Scherzo de Follia, si fatta profezia. Ma come fa da ridere la locra d'unità? La ridere, la ridere, la locra d'unità. A voi, signori, a queste parole mie funeste, voi non usate ridere, che dunque in cuor vi sta. La sua parola è tardo e fulmine, ma la sua parola è tardo e fulmine, lo sguardo. Itt van a Figaro, akinek van egy kötelezvénye, hogy elveszi a Marcellinát feleségül, ha nem tudja megadni a pénzt, amit kölcsönad. És a megoldás hihetetlen. Az, hogy ő az anyja. Tiszta hülyeség. A olyan talán gyermek, nem doktor úr, inkább elveszett vagy elrabolt. Hogy? Bizonyíts! Bizonyíts! Ékszerek, drága kövek, meg finom szép csipkék, melyet a pólyámon találtak a rablók, mind azt bizonyítják, hogy szüleim előkelőek voltak. No és mindenek felett ez a jel itt a karomon. Egy jel van a jobb karodon. Maga az a bal karodon. Ez a legfantasztikusabb pillanat az egész darabban, mert igazából véve a Marcellina az egyetlen, aki egy pillanat alatt megváltozik. Egy pillanat alatt vérnősző feleség jelöltből anya lesz. És ez elképesztő. Szóval ilyen nincs sehol még a világ történelemben sem, nemhogy az opera történet. Ez meg az anyja, újra
Következzen most egy olyan részlet, amelyik az első számú kedvenc operámból való. Elárulom, ez a Verdi Falstaff című végopera, amit nem nagyon szeretnek az emberek, főleg azért nem szeretik, mert nem ismerik. Nagyjából növendékeim, de olyanok is, akikkel már mint felnőtt művész dolgoztam, és mindenkivel jó volt dolgozni, és ez nekem meghatározó volt az egész pályámon. Az az érdekes, hogy az ember megtalálja azt az örömet, amivel, hogyha fölmegy a hegycsúcsra, akkor boldogan leül és néz körbe. És én ezt megtaláltam. Megtaláltam a munkámban, megtaláltam az alaphivatásomban. Biztos tudják, hogy én nem rendező vagyok, hanem zeneszerző. És megtaláltam a családban, és megtaláltam a növendékeimben, megtaláltam mindenkiben, aki most itt van, és aki nincs itt. És hát mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen legyen 70 éves korában a születésnapja. He told me how, he told me how.